Köszöntöm Önöket, ez itt a Sport, ma a Pécs TV napi sporthíradója. Ábrahám Attila játékvezetővel a foci VB-ről is beszélgetek majd, de lesz kispályás labdarúgás is a műsorban. Maradjanak velünk, azonnal kezdünk. Vendégem Ábrahám Attila, hát ugye tetszenek ismerni valamikori kiváló labdarúgó játékvezető, és jelenlegi kiváló strand foci játékvezető, mert hogy az lett. Természetesen a foci VB-t ürügyén is beszélgetünk majd a játékvezetésről. Köszöntelek, Attila, nagy tisztelettel. Hát strand, beszéljünk akkor erről a strandfociról, jó? Felhívtalak múlt héten, és éppen Lengyelországban voltál, ha jól emlékszem, és azt mondtad, hogy most épp strandfocival foglalkozol. Igen. Hogy került itt ebbe bele? Igen, először is én is szeretném köszönteni a tévénézőket. Hát ez úgy került képbe, ez a strandlabdarúgás, hogy én tavaly, mikor abba hagytam a játékvezetést, akkor egy magyarországi úriember, akinek a neve Izsvák Zsolt, ő a magyar beach soccer strandlabdarúgás promótere, és hát beszélt nekem erről egy pár mondatot, és kérdezte, hogy nincs-e kedvem egy kicsit ebbe a dologba beszállni. És megmondom őszintén, hogy természetesen volt? Nem volt természetes, először kíváncsi voltam, hogy miről is van szó, és akkor azt mondta, hogy hát Magyarországon ez most kezd teret hordítani, és igazából a játékvezetés terén vannak gondjai, problémái. Hogy én segítsem őt akkori elnökkel, a Púl Sándorral egy kicsit közelebb hozni ezt a dolgot, és én ezt az ügyet fölvállaltam, és mindjárt ebben egyidejűleg a magyar strandfoci válogatott kint volt Linzbe, ahol volt pontosan a játékvezetőknek egy ilyen kisebb szemináriumszerű valami, amire mindjárt meghívást is nyertem ez az úriemberen keresztül. Kint voltam 5 napot, nagyon tetszett, ott már mindjárt vezettem is mérkőzést, ahol a magyar strandfoci válogatott ugye megnyerte ezt a B csoportos Európa-bajnokságot, és idén valamikor április vége felé kaptam egy e-mailt, hogy szeretnék, ha mennék Lengyelországba szintén erre az Európa-bajnok selejtezőre. Azt jelenti, hogy bekerülti a nemzetközi? Igen, tehát Magyarországon jelen pillanatban én vagyok az egyetlen strandfoci játékvezető, ami nem olyan azt jelenti, hogy én is maradnék, mert nekem nem az a szándékom, hanem én azt mondtam ennek az Izsvák Zsolt nevű úriembernek és a Wagner Lászlónak a JB elnökének, hogy én most ezt elvállaltam, de szeretném, hogyha rajtam keresztül az én segítségemmel oda tudnánk kvalifikálni legalább 2-3 fiatal embert, mert az idei évben már 42 új nemzetközi strandlabdarúgó játékvezető jelent meg Európában. Na most te egyéniségben és felkészültségben profi játékvezető volt, ezt tudom, sokat vezettünk mérkőzést együtt is, elértél nagyon magas szintre, nemzetközi szintre. Ez a dolog mennyiben másabb? Tehát mondjuk itt szabályrendszerben, meg nyilván én például irigyellek, mert hát a strandfoci a strandon folyik, ott napfény van, jó csajok is talán. Igen. Végül is ugye azt mondják, hogy labdarúgás, de azért ez egy kicsit mégis más. Ezt 4+1-be játsszák, a szabályok teljesen mások, ugye csak annyi, hogy vonalak határolják, amúgy a büntető területen a két oldalvonalra le vannak téve a bóják, ugyanaz a felező vonalnál. Tehát ilyen kispályás foci jellegű? Igen, a futszához tudnám hasonlítani, de mégis még ettől is egy kicsit más. Itt nem lehet a labda leállni szabadrugásnál, itt minden egyes szabadrugás gólveszély, tehát meg se fordul a játékosok fejébe, hogy azt legurítsák, lepasszolják. Nem lehet a labda elé állni, csak kezdőrugásnál, tehát rengeteg érdekes szabálya van, borzasztó látványos, mert a labda javarészt levegőbe van, nagyon attraktív, és hát ahogy mondod, ugye hatalmas show, most Lengyelországban is csináltak egy 3000 nézőt befogadó strandfoci, hogy úgy mondjam, stadion, ahol minden szünetben nagyon mutatós, egzotikus lányok voltak, tényleg megvan a körítése. Hát ez show. Tehát ez egy show, és nagyon-nagyon elképzelhető, hogy 8 éven belül ebből olimpiai sportág lesz, mert ugye az olimpiai bizottság errefelé hajlik, ami igazán kimondottan olimpiai sportág. Lásd a strandlöplabdát, ugye most a strandkézilabdával foglalkoznak, hogy fölveszik azt, tehát ami igazából nyári jellegű. Én nagyon sokáig tudnék erről beszélni, de itt a foci VB is. Már régóta fentem rád a fogamat,
mert hogy meg akarom kérdezni tőled, hogy a játékvezetésről mi a véleményed. Most különösen annak tükrében, ugye, hogy most, amikor beszélgetünk, épp a Togo-Svájc meccs megy, de hát előtte voltak itt érdekes dolgok. Milyen újítások vannak? Van ez a kis mikrofon, aztán van egy negyedik asszisztens, ami tulajdonképpen ötödik játékvezető. Ugye ez is van. Igen, ez is van, de igazából ez, ami új, ez a... Hogy nevezzem, ez a walkie-talkie, ami... Egymással tudnak beszélni? Igen, egymással tudnak, a negyedik játékvezetővel és az ellenőrrel, tehát a mérkőzés ellenőrével. Te már használtál ilyet? Egyébként? Én nem használtam ilyet, mert amikor ugye én visszaléptem a nemzetközi játékvezetéstől, abban az évben vezették ezt be, próba jelleggel. Mert ennek van, úgy gondolom, előnye is, de lehet hátránya is. Tehát... Most mondtad az ellenőrt, ez nekem teljesen új. Tehát például lehet olyan, hogy az ellenőr azt mondja, hogy... Ember, mit fújt maga ott a kérdés? Nem, tehát nem a játékvezetői döntésekkel kapcsolatban tud ő kommunikálni, hanem egyéb más olyan atrocitás, ami esetleg előfordulhat. Vagy ugye, hogy bonyodalmakat. Bonyodalom, beszalad egy néző, ott történik valami, és abból kifolyólag, hogy most mi történjen. Tehát, egy picit arról beszélünk, hogy az asszisztensnél is van tartalékasszisztens. Ez ugye azért van, mert nem ugyanaz a kettő. Igen. Játékot vezetni, meg partjelezni. Igen, pontosan erről van szó, hogy a világversenyeken, Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon most bevezették azt, hogy van tartalék játékvezető és tartalék asszisztens. Most problémát okozott az, hogy nagyon sokszor ugye, asszisztens sérült meg. Na most ugye a tartalék játékvezető, az kimondottan játékvezető. Tehát aki nem asszisztált már hosszú évek óta, beszáll partjelezni, nem biztos, hogy azok az éles szituációkban megfelelő és korrekt döntést tud hozni. Mi a véleményed? Tudom, hogy van, és azt is tudom, hogy kritikusan nézed a VB-t. Tehát, hogy hogyan vezetik a meccset. Én azt érzem, hogy egy picit javult a színvonal, mondjuk az előző Európa-bajnokságot is mondanám. De ez egy szubjektív vélemény. Az előző világbajnokságról beszélnék én inkább, ugye, mivel a világbajnokságról van szó, hogy az elmúlt világbajnoksághoz képest szerintem nagyon, nagyon az előrelépés. Akkor én úgy gondolom, hogy a Blatter úrék inkább egy kicsit ilyen sportdiplomáciai okokból olyan helyről hívtak játékvezetőket, ahol senkit nem megbántva, még fűzős labda van, tehát még magyarul bajnokság sincs abban az országban, és delegáltak játékvezetőket, ugye, mert az egy szavazatot jelentett a Blatter úrnak. Most arra azért erre egy kicsit körültekintőbben odafigyeltek, bár hibák vannak, és azt ne várja senki, hogy hiba nélkül fognak vezetni a játékvezetők. Hiba van, ma is sajnos a Togo kárára tévedett már az első fél időben egyet a játékvezető, de én azt mondom, hogy valamivel kiegyensúlyozottabb játékvezetés van most, és nem beszélve a nagy ágyuk, még nem nagyon voltak paron. Most egy érdekes dolgot mondok, lehet, hogy ezt nem tudod, idefele jöttem kocsival, és bemondták a sportérekben, hogy a Hewell-t el fogják tiltani, ugye, aki a angliai ligában, Premier ligában játszik. Igen. Ausztrált, mert hogy utólag bírálta Merket, és azt mondta, hogy nagyon védte a brazilokat. Nekem is az volt az érzésem, hogy nagyon védte. Lehet ilyesmi? Én nem igazából vettem észre. Hát az, hogy eltiltják, az lehetséges, mert beírta a jegyzőkönyvbe, ugye az a pláne ebbe. Igen, én nem nagyon vettem észre, hogy védenék a brazilokat. A brazilok játszanak, futballoznak, ugye ők fölugrálnak, és hát abból ugye egy agresszívebb odalépés, vagy valami úgy tűnik, mint hogyha durvább lenne, mint egy másik belépő, és a játékvezető fúj. Most a tévedés, mint mondtam, benne van, de én nem hiszem, hogy annyira védenék a brazilokat. Még amit észrevettem, lehet, hogy nem értesz vele egyet, hogy a leseket jobban ítélik meg. Lehetséges, hogy a kommunikáció miatt? A kommunikáció miatt meg ki van adva a játékvezetők, asszisztenseknek, hogy várjanak, és még az utolsó pillanatban is várjanak ki, hogy mi történik, mi a labdának. Ugye passzív, ugye igen. Bár asszisztensi problémát én felfedeztem ugye a tegnapi mérkőzésen, hogy a franciák sajnos egy asszisztensi döntésnek a szenvedő alanyai lettek. Ugye ott egy szabályos gól volt, amit... És mégis fölmenteném az asszisztenst, ugyanis a testével, a kapusa testével ugye takart a labdát. Tehát az asszisztens nem láthatta, bár asszisztensi döntés, téves döntés volt, de nem láthatta. Sajnos ez van. Attila, beszélhetnénk még a mi kis játékvezetői bulingról, vagy bulingról itt a megyében, de most hagyjuk inkább, mert lejárt az időnk. Ígérd meg, hogy eljössz még egyszer a világbajnokságra. Természetesen. Szívesen jövök. Köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm szépen. Befejeződött a városi kispályás labdarúgó bajnokság, ülést tartott a sportbizottság. Két rövid tudósításunk következik most.
Júniusban véget ért a kispályás labdarúgó bajnokság tavaszi fordulója, ahol a 96 csapat közül veretlen volt a TESZ, az Epicentrum Blues Pub, a Csongi FC és az Amatőrök, a Superliga legjobbja eddig a TESZ csapata. Pécsről és környékéről tehát közel 100 csapat indul a folytatásban az őszi fordulóban, melynek első versenynapja június 15-én volt. Azért az előrehozott időpont, mert sok csapat nevezett, és október közepéig nehezen volna kivitelezhető, hogy lebonyolódjék a felnőtt férfi focisták e megmérettetése. Az őszi forduló végén minden csoportban első, második és harmadik helyezettet hirdetnek, a Superliga nyertese pedig átveheti az örökös vándorkupát, melyet Pécsváros bajnokcsapata büszkélkedhet évről évre. Juhász István elnök hivatalos ügyben távol maradt, ezért Hering Gyula elnökletével tartotta soron következő ülését a sportbizottság. Az eseményen 6 napirendi pontról is szavaztak. Többek között arról, hogy az önkormányzat vállalja, hogy a Fehérhegyi iskola sportpályáját és a Vasasi sportpályát a tulajdonszerzést követően 15 évig elsődlegesen sport célra használja, valamint arról, hogy a Szaturnusz utcában kialakítandó Fociliget sportközpont fenntartási költségeihez hozzájárul városunk. A sportbizottság 2 millió forint támogatásban részesíti a PVSK vízilabda szakosztályt, hogy edzéseik az Abay Nemes Oszkár sportuszoda felújítási munkálatai alatt vidéken megoldhatók legyenek. A bizottság 3 éves időtartamra a PMFC Sport Kft. Által leadott lakást Kovács Ervin paralimpikonnak adja bérbe, és edzés és mérkőzés lehetőséget szavaztak meg a PEAC női kézilabda csapatnak. Rövid híreink, információink következnek most. Nyáron is gőzerővel készül a nagy feladatokra Csonka Zsófia, a pécsi városi lövészklub versenyzője. Az edzésén Bognár Szilvia járt. Egyáltalán nem eseménytelen a pécsvárosi lövészklub élete, hiszen hétvégén pisztolybajnokságot rendeznek a hajdani nagy versenyzők részvételével, aztán pedig Csonka Zsófia hazai és nemzetközi versenyeken való részvétele gyarapítja a képzeletbeli határidőnapló bejegyzéseit. Hát ez évben 4 világkupán vett részt a Zsófi, Kínába, Brazíliába, Münchenbe és Milánóba. És a jövő még, ami vissza van, a világbajnokság Zágrába. Tulajdonképpen a 4 világkupán a cél volt, hogy minél többször döntőbe kerülni, ez sikerült, és hát mivel hogy ez már kvótaszerző esemény volt, döntőbe bárki szerezhet kvótát. Hát ez a legnagyobb esemény, ebben az évben a világbajnokság légfegyverrel is és súlyos fegyverrel is itt több kvótát osztanak, tehát 3-at versenyszámonként. Hétfőn lesz az elnökségi ülés, ahol eldől, hogy kik utaznak a világbajnokságra. Remélem, hogy más is. 3 főre számítok, a Nagy Zsófira, mégis a Karma Csildikóra. Kedszerda, csütörtök, pénteken vannak edzésnapok, ami a szakmai edzés, tehát itt a lőtéren szakmai edzés van, és mindenki saját maga oldja meg a fizikai edzéseit. Csonka Zsófia 10 évvel ezelőtt kezdett versenyszerűen lőni, és vele kapcsolatban nagyon kézenfekvő lehet a kérdés, hogy miért is a fegyverek a nagy szerelem. Ez egy nagyon prózai dolog, apukám nagyon szereti a fegyvereket, kertvégébe, Szlávia puskába, műanyagüvegek, majd x évvel később a bátyám után szabadon én is rájöttem a lőtére, és azóta itt vagyok, ez 10 éve volt. 6-7 még előttem áll a versenyig, úgyhogy ez elegendő idő arra, hogy mindenféle szempontot figyelembe véve fel tudja készülni, és az összes hibát tudja mérinteni, és remélem, hogy kijavítani is. Most hála Istennek a fegyvereim tegnap lettek szervizelve, úgyhogy miatt megnyugodhatok, hogy velük nincs semmi probléma. És hát az összes eddigi
probléma, ami a lövészetben probléma, ami elsősorban ugye az agyban dől el és a lélekben. Ezekre nem is inkább kijavítani, hanem inkább erősíteni az ellensúlyt, ami ezeket le tudja küzdeni majd. A fiatal versenyzőnő 25 méteres sportpisztoly lövészet számban és 10 méteres légpisztoly lövészet számban indul Zágrábban a világbajnokságon. Előtte egy budapesti és egy pécsi verseny, valamint egy edzőtábor gazdagítja napjait. Ennyi volt már a Sport Ma, a Pécs TV napi sport híradója. A képernyőn internetes elérhetőségünket tetszenek látni. Kedden is várom Önöket ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!